Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmes csatornán, ismét 10 érdekességet hoztam nektek, mégpedig az amerikai Pitéről. Adam Hertz forgatókönyvíró koncepciója az volt, hogy a 80-as években nagyon népszerű szexfig játékok stílusát átültesse a 90-es évekbe. Két fontos változtatást eszközölt, az egyik, hogy felpörgette a tempót, a másik pedig, hogy valós női karaktereket írt, akik nem csak részei a sztorinak, hanem egyenesen irányítják is azt. Fő inspirációi az 1981-es Malackodók, illetve az 1984-es Legénybúcsú. Amikor először beküldte a szkriptet a stúdiónak, vicces címmel látta el, mely szerint 10 millió dollárból elkészíthető tini komédia, amit valószínűleg te utálni fogsz, viszont a közönség imádni fogja. Ezután a projektnek nagyon sokáig East Great Falls High volt a címe, azonban később a Universal kérésére lecserélték amerikai Pitére. Maga a csere az utolsó pillanatban történt, ezért volt az, hogy nagyon sok újság megjelenés előtt még az előbb említett címen hivatkozott a projektre. A Universal egyáltalán nem bízott a film sikerében, ezért a tengeren túli jogokat továbbadta. Így pár éven keresztül az amerikai Pite első részének forgalmazója Amerikán kívül nem a Universal volt, hanem a Lakeshore. Azonban a szerződés azóta lejárt, és visszakerültek a jogok a Universalhoz. Az amerikai Pite első verziója NC-17-es besorolást kapott. A Universal arra kérte a rendezőt, hogy vágjon a filmből olyan változatot, mely meg fogja kapni az RS besorolást. Ez meg is történt, azonban megjelenés előtt egy hónappal valahogy kiszivárgott az internetre az eredeti verzió. Ennek, illetve a sikernek köszönhetően később a Universal megjelentette az amerikai Pitét vágatlanul DVD-n, de ez nem egyezik meg teljes mértékben azzal a változattal, mely kiszivárgott az internetre. 1999 nyarán mutatták be az amerikai Pitét, illetve a South Park filmet. Mindkét mozi híres volt arról, hogy az RS besorolása ellenére rengeteg gyerek próbált meg bejutni a vetítésekre. Brazíliában sem bíztak a film sikerében, ezért amerikai Pite helyett az első alkalom Felejthetetlen címmel küldték a mozikba. Így bár, amikor a második rész megjelent, már az egész világon ismerték az amerikai Pite elnevezést, Brazíliában a második alkalom még jogcímet használták. A besorolóbizottságnak az eredeti változattal leginkább négy problémája volt. Az első a nyelvezet, több dialógus tompítását is kérték. A második Jim esete a Pitével, konkrétan itt azt kérték, hogy a mozi változatban rövidítsék le ezt a részt. A harmadik az a jelenet volt, amikor Nádja megtalálja a pornó magazinokat, itt az eredeti változatban volt egy rész, amikor a lány rárakja a kezét a bugyjára, ezt kérték, hogy vágják ki. Végül a negyedik Kevin és Vicky együttléte, ezt túl hangosnak, illetve hosszúnak ítélte a bizottság. A forgatókönyv szerint a nyitó jelenetben Jason Biggsnek mesztelennek kellett volna lennie deréktól lefele, csak az oknit viselte volna. Azonban ezt a színész nem vállalta, ragaszkodott ahhoz, hogy legalább boxert hadd vegyen fel. A jelenetben Jim Nemi szervét egy főtt kolbász játszotta, amit ráhúztak egy ceruzára, majd befették az egészet alufóliával. A film több pontján is észrevehetjük, hogy Jason Biggs feltűnően izzad. Nos, ennek az az oka, hogy a legtöbb jelenetet egy 40 fokos raktárban vették fel, ahol nem volt légkondi. A szex jelenetet eredetileg egy dublőrrel akarták felvenni, azonban ő egy hatalmas sebb helyen jelent meg a hasán, ezért végül Jason Biggs kellett bevállalnia. Annál a résznél, amikor a színész átesik a sövényen, a háttérben látható édesanyja. Jason Biggs úgy nyilatkozott, hogy egyetlen egy kellemetlen élménye volt a filmmel kapcsolatban, mégpedig az, hogy a bemutató után többen felismerték és azt üvöltötték utána az utcán, hogy táncolj. A híres Pite jelenet felvétele előtt Jason Biggs felhívta az ügynökét és megkérdezte tőle, hogy biztos, hogy jó ötlete az, hogyha ezt megcsinálja. A színész attól tartott, hogy tönkre teszi karrierjét. Az ügynöke azt mondta neki, hogy ne cirkuszoljon, adjon bele mindent, kefélje szét a Pitét és meglátja, hogy sikeres lesz a film. Az alkotók eredetileg egy McDonald's-os Pitét akartak használni a jelenethez, azonban a cég teljesen elzárkózott ettől. Végül egyszerűen vettek egy sima Pitét a közeli bevásárló központban, de az, amin Jim fekszik, az hungarocellből készült. Magát ezt a részt 6 óra alatt rögzítették, és az egyik asszisztens folyamatosan igazgatta Jason Biggs nadrágját, hogy ne látszódjon ki túl sok minden. Alison Hennigan eredetileg Heather szerepére jelentkezett, de végül Michelle karakterét osztották rá. Ez leginkább annak volt köszönhető, hogy a meghallgatás előtt el kellett mennie a WC-re, sietett vissza, majd amikor megkapta a lapokat, nagyon energikusan olvasta fel a sorokat, és a producerek úgy vélték, megtalálták a tökéletes Michelle-t. Alison Hennigan az elhíresült egyszer a zenetáborban sort összesen 8-szor mondja a filmben.
A színésznő egy interjúban említette, hogy a mai napig nagyon sokan oda mennek hozzá az utcán, és említik ezt a mondatot, aminek nem örül annyira, hiszen sokszor vele van két kislánya is. Az amerikai pitében elhangzó "gyerünk te férfi állat" mondatot Alison Hennigan improvizálta, nem szerepelt a forgatókönyvben. Jim apjának szerepét felajánlották Bill Murraynek, de nem vállalta. Végül a karaktert Eugene Levy formálta meg, aki később az összes amerikai Pite filmben feltűnt, sőt a csak videón kiadott folytatások közül is 5-ből 4-ben. Az első rész esetében a színész összes jelenetét 3 nap alatt rögzítették. Eugene Levy úgy nyilatkozott, hogy nagyon sokat improvizált a forgatás során, többek között abban a jelenetben, amikor Jimmel nézik a pornóújságokat. Tulajdonképpen ennél a résznél Jason Biggs zavara nem a koncepciónak köszönhető, hanem annak, hogy állandóan vissza kellett folytania a nevetését Eugene Levy improvizált mondatai miatt. A film hivatalos weboldalán úgy hivatkoznak a karakterre, hogy a keresztneve Eugene, de a későbbi részekből kiderül, hogy valójában Noah. Évekkel az amerikai Pite bemutatója után több újságíró is megkérdezte Shannon Elizabeth-től, hogy nem bánja-e, hogy bevállalta a filmben a mesztelen jelenetet. A színésznő úgy nyilatkozott, hogy ma már valószínűleg egy ilyen mozi el sem készülhetne, ugyanakkor nem bánja, hogy annak idején bevállalta. Ennek a jelenetnek köszönheti, hogy híres lett, és azt is, hogy utána 3 szerepajánlatot kapott. Ugyanakkor azt elismerte, hogy azt viszont bánja, hogy utána a Playboy fotózást bevállalta. Ugyanis ennek a kettőnek köszönhetően elkezdték beskatujázni, és bizony ebből nagyon nehéz volt kiszabadulnia. Az eredeti tervek szerint a film plakátján Shannon Elizabeth is feltűnt volna, azonban aznap, amikor a fotózást tartották, egy másik városban forgatott, így végül nem tudták megoldani. Sean William Scott összesen 8000 dollárt kapott a szerepért, és szinte teljesen rábízták Stifler karakterének kialakítását. Később a színész úgy nyilatkozott, hogy úgy szerzett inspirációt, hogy azokra a srácokra gondolt, akiket utált a középiskolában. Azt is hozzátette, hogy egyetlen nehézsége volt a filmmel kapcsolatban, mégpedig az, hogy fogalma sem volt arról, hogy mi az a lacrosse, és meg kellett tanulnia a játékot. Van egy olyan pletyka, hogy tulajdonképpen az amerikai Pite találta ki a MILF kifejezést. Valójában ez nem igaz, azonban ahhoz, hogy elterjedt, mindenképpen köze van a filmnek. A filmben Stifler anyját alakító Jennifer Coolidge valójában csak 14 évvel idősebb Sean William Scottnál. Azonban az egész színészgárdában a Finchet alakító színész volt a legfiatalabb, csupán 17 éves, ezért nem lehetett felvenni közös szex jelenetüket. Bár gimnazistákat játszanak, a legtöbb színész bőven elmúlt 20 éves, a legidősebb a szereplők közül John Cho, aki 26 éves volt a forgatás során. Hozzá kapcsolódó érdekesség, hogy kétszer is ki van írva a neve a kreditblokkban, egyszer mint MILF Guy, egyszer pedig mint a kórus tagja. Mivel a Universal nem igazán bízott a film sikerében, ezért Valentin napkor szerették volna megjelentetni. Azonban a tesztvetítéseken elképesztően nagy sikert aratott, ezért átrakták a nyári blockbuster időszakra. A film leginkább közepes kritikákat kapott, azonban voltak, akik nagyon utálták, például Spike Lee, aki konkrétan azt mondta, hogy szerinte ez a film okozta az amerikai filmipar hanyatlását. Ennyi érdekességet sikerült összegyűjteni az amerikai Pitéről, remélem tetszett, ha tetszett, kérlek nyomj egy lájkot. A videó alatt a leírásban megtalálhatod a csatorna Patreon oldalának linkjét, ahol lehetőség van a támogatásra. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!